utcán rá a felhúzóra, a piros kötél, a vastag. Erre? Igen. Húzzál rá. Húzzál rá. Ó, szépen, hogy mind a két szál visszintesen legyen. Mi az, hogy mind a két szál? Mind a két szál, ami az orvitorlámpa. Ja, az a két, izé? A kék meg a piros, igen. Ha, jó, ez nekem az énkoromban nem volt még ez. Ugye széljelző, a fokon mindig van. Hát nekünk nem volt. Az optimisten egy vitorla van, csak azon is van széljelző. De leugorhatunk? Nem úgy, hát nekünk tudom, hogy ott madzaga izére erre föl. De az is ezért, a széljelző, a vitorlán mindig kell, hogy ez a kis helyzet. Ez nekem most. Kilobogtatunk, tehát dobd el a izért, dobd el, vesz ki, engedd el, én is elengedem, és szélbe állom. Ja, ez az alap, ilyenkor vigyázz, mert középen lesz a bomba. Látom, látom. Már vissza is élesedünk, tehát vissza. Elhúzhatod. Kiindulhatunk. Most mindjárt belemegy a szél. Szélbébi. Osztod el, érted? Ez elég szorú, látom. Let it go, let it go. Na ez a szöld. Most már megyünk szélbe. Nézzük a pirosat, meg a kéket. Ja, na ez az éles szöld. Húzzál rá. Ugorjunk bele, ma még? Ja, nem kell. Jó, még mehetünk élesebben, hogy a piros szál is kifeküdjön. Hát ez tökő, és ez a legszintes. Kicsit engedj rá. Jó, nem jó, ennyire be van húzva. Ja, ja. Jó, körülbelül ezt bírja, ezt szereti. Beleugrunk még itt a vízbe? Beleugrunk. Jobba. És menj át a túloldalra, légy szíves, no. Fiatalember. Nagyon jó pöffös, tehát ebbe lehet tanulni egyébként, ez ugye jó tanuló szél. Nem túl erős. Nem túl erős. Jó pöffös. Ó, most kékre váltottam. Kék a víz, kék. Ez a kis gimbalos cucc, amiben van benne gimbal is, és akkor profi. Láttam róla ilyen sat.